Az előző évhez hasonlóan idén is sváb dalokkal, zenével és tánccal indította az évet a Dunaharasztiban élő német nemzetiségű közösség. 2024. január 13-án a Művelődési Házban kórusok, tánccsoportok és zenészek gyűltek össze, hogy közösen kezdjék meg a 2024 programjait. Tavaly volt az első ilyen újévi koncert, újévi tánc rendezvényünk. Igyekezünk ebből egy kicsit keretet adni a rendezvényeinknek, és ebből nyitjuk az évet. Tánccsoportokkal, kórusokkal együttműködve, de fúvós zenekarral. Miért tartották fontosnak, hogy az új év kezdetére is egy ilyen vegyes programot hozzanak a dunaharasztiaknak, illetve a mai napot nézem, akkor a taksonyaknak is, hiszen a taksonyak is képviseltették magukat. Egyrészt fontos, hogy az egyesületeink, illetve a csoportjaink be tudják mutatni nagyobb közönség előtt a tudásukat, hogy elég sok vendégfellépésnek tesznek eleget, és tulajdonképpen így a koncert egy kicsit lazább, tehát nem kell végigülni, lehet közben táncolni, és mindenki jól érezheti magát, és így ez bevált a tavalyi év alapján, ezt folytatjuk tovább. A program szokásokhoz híven a Harester Dorf Musik újévi koncertjével vette kezdetét, akik egy igazán sikeres évet tudhatnak maguk mögött, hiszen többek között a Landesrat Csolnoki Fúvós Fesztiválján 2023-ban elnyerték a fesztiváldíjat. Műsorukban a közönség által is jól ismert dalok csendültek föl a tőlük megszokott magas minőségben. A koncert különlegessége volt, hogy a műsor alatt bárki táncra perdülhetett. Az este folyamán különféle csoportok is színesítették a programot, így például fellépett a Blumenstrauss kórus. A Fiatal Svábok Egyesületének ifjúsági tánccsoportjának műsorát is megnézhette a közönség.
Idén Taksonyból is érkeztek fellépők. A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének táncosai is a fellépők között voltak. Három tánccal készültünk, és köszönjük szépen a meghívást, mert már nagyon régen táncoltunk itt Dunaharasztival, úgyhogy örültünk a meghívásnak, Cvika András jó voltából. Három tánccal készültünk, az első táncunkkal már aranyminősítést kaptunk 3-4 éve a gyermektánc minősítőn. A második tánc az a pilisvörösvári rezgőspolka volt, és a svung tánc volt a harmadik táncnak a címe. Korosztály tekintetével milyen korosztályjal érkeztetek? Általános iskola a 8. osztályától középiskoláig van most a korosztályban. Lehet tudni, hogy ők mióta táncolnak együtt? Hát van, aki most már 10-11-2 éve minimum. A Dardörfler Baum elnevezésű férfi kórus tagjai csak nem 4 éve énekelnek együtt, szakmai vezetőjük Szax Norbert, aki műsoruk során harmonikán kíséri a fiatalokat. Nagyon örülünk, hogy el tudtuk kezdeni az évet, és hát ez mindig egy újévi koncerttel kezdődik, és hát a Harasterdorf Musik az egy rendkívül magas színvonalon űzi ezt a mesterséget. Ez mindig egy igazi jó évkezdés, illetve a táncosaink is be tudják mutatni, amit egész évben tanultak, és hát most Taksonyból is van egy vendég fellépőink. Ez Taksony Dunaharaszti, ez mindig egy ilyen egybefüggő, vagy összeillő két település. Nagyon sok házasság is köttetik, és ezért is nagyon örülünk, hogyha jönnek a taksonyi fiatalok ide hozzánk, mert hiszen ugyanazt a kultúrát képviseljük. Mennyire sűrű lesz programok, feladatok tekintetében a 2024-es év? Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jó évnek ígérkezik. Rengeteg programunk lesz, ugye már jövő héten, vagyis jövő hónapban farsang, bár utána a farsang temetés, de hát az idei évben talán úgy néz ki, a közösségi házat is el tudjuk kezdeni építeni, szóval nagyon sok tervünk van, hát még szorítunk, hogy a pályázatokról az összes pénz bejöjjön, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, de nagyon sok tervünk van.